Papi, mami, szevasztok, gyerekek! Hello! Keeper jelentkezik a következő csodálatos összerakós videóval. És most az Isten tudja, hogy hogy kell nekiállni ennek, de nekünk van ám itt egy izénk, figyelje! Oda nézzé, mink van! Ugye, ez még talán egyszerűbb lesz, mint a másik oldal. Konkrétan kettő darab lengőkere, egy alsó és egy felső, lengéscsillapító, meg a rugó. Ennyi van. Úgyhogy szerintem ez nem lesz egy olyan bonyolult. Tudom, rendetlenség van, gyerekek, bocsánatot kérek. Nézzük. Első lengéscsillapító. Aha, kell egy. Egy, kettő. És egy, kettő. Front. Egy. Kettő. Meg is vagyunk. Meg a két rugónk megvan. Konkrétan ezt... Pazza. Valami hülyeséget csináltam. Ez mi az anyám balga? Na gyerekek, egyiből csak összerakunk valamit. Figyelj, okumuláljuk ki, hogy mi van. Ez az alsó, ugye? Jobb és bal. Na jó, hát ez így jó. Ezt nem tudom, mi az anyám. Ez hova megy? Ez valami... Ez lehet, hogy kormányműhöz. Jó, gyerekek! Na, mindegy. Itt van minden, ugye? Ne rúgjuk szét, ha lehet. Próbáljuk meg, akkor nekiálljunk. Nekiállunk összepakolni. Ez nem tudom... ez jobb vagy bal, azt akartam mondani. Figyeljetek, nem húzzuk az időt, nem tökölünk, hanem rakjuk mind az állat, mert nagyon... nagyon sokáig tartanak ezek a részek. Hol van a kocspulcs? Megint a izajém. Az a nyomi idejem. Kucsom, az hum van. Itt. Ez bazza, ezt legyen mindig inkább a földre ledobva, csak nehogy evid messzire. Na, egy, kettő. Rohadt tüzé, szisztematikusan próbáljuk meg dolgozni. Ne a tökölős verzióval. Mert ez. Oké. Két csavar. Egyébként úgy is csinálhatnám, hogy ahogy fölpattintok kettőt, utána lehúzom mind a két oldalt. Az még jobb lenne. Ez a felső lengőkar akar lenni, gondolom, ugye? Igen, ez a felső lengőkar. És a kettő közé jön az a kormány szerkezet, csukló, akármicsoda, ugye? Ja, igen, azt beszéltük, hogy a másikat is kihozom. Ez rohadt gyorsan összerakom, szerintem a mai részben én akarok ezzel gurulni, meg valamit akarok már vele kezdeni, mert hát nagyon el vagyunk itt. Tökör része elődve. Felső. Felső. Viszont csavart azért ne adjunk ki. Felső, felső. Oké, jöhet a közé a kormánycucc. Ez lehet, hogy a másik oldalas. Aha. Oké. Hozzom a másikat is. Azt utána lehúzzuk. Oké. Srácok, bazza, nagyon-nagyon bepörögtem. Tényleg annyira akarom már, hogy menjen ez az egész, hogy tudjunk vele száguldozni. Remélem, hogy mindent megcsináltam, de hogy nem fog elfosni magát így menet közben a gép. Oké, kellene nekem lengéscsillapító, meg rúgó, az ültetőszet. Statik lesz, nem lesz. Hát ja, jó lett volna mondjuk, lehet, hogy izé az állítható. Egyszerűbb lett volna, azt akkor odaállítom, ahova akarom. Hozom a másikat is. Nincsen tökölési. Okay. Azzal mindenképp akarok már veretni. Már annyira várom. Várjál, mi volt? Hát, ezt már nem látok bele, úgyhogy... Engedjük, azt belevajolunk. Ez a megoldás tök jó, mert akkor így belelátsz. Úgy. Egy darab volt? Igen, egy átmenő. Jó. Oké, okay, biztos, hogy van fölül is, toronycsapágy. Toronycsapágyat is be kéne húzni. Föl kéne állni. Úgy. Nagyon bírnám már, hogy igen, ilyen világítás, meg ilyenek nem annyira érdekelnek. Várjál.
Az. Ja, ez nem ilyen toronycsapágyos dolog. Hát, ja. Jó, elrögök magamon egyébként, néha olyan hülyeségeket összebeszélek. Kéne kettő spring, és akkor az kell majd a rugó összehúzó. Ez tök jó, hogy rugó összehúzó volt ott berakni. Ez nagyon imádom, ez nagyon meg van csinálva. Ez egy vicces dolog. Igazából csak annyi, hogy így fogod a kezedbe, aztán bepattintja a helyére, tudod. Csak annyi, hogy kezedbe kell fogni, tehát nem kell vele semmit csinálni. Viszont tök jó. Kell nekem hub, ugye négyes. A négyes hub, valahol, hol van? Itt van. Egy, kettő, ezek mennek föl, ugye? Erre kellene kettő darab féktárcsa. Várja, aha, ez megy fel. A négyes hub, be kettő darab izé. Fölé is kellene majd, meg a brékek, a fékek. Abbot az valószínű, hogy... Aha. Ezt erre gondoltuk, hogy valami kell. Oké. Okay. Kéne kettő fék. Tárcsa. Ez külön van, külön van. Elég jó átlátható egyébként ez az egész rendszer. És front kellene. Egy, kettő. Ja, berakhatnám a táskámba, de ennyi ideig, amíg előveszem a táskám, meg bepakolok, meg kipakolok, addig ki is futok, meg be is futok, úgyhogy azért nem nagyon vinkórok én itt a táskával. Meg kezdem megjegyezni, hova dobálom a szerszámokat. Várjál ma? Na. Oké. Jöhetnek a fék, kettő fékcső, kettő féknyereg. Úgyhogy ezt meg is veszem, kettő fékcső, kettő féknyerem front. Meg kellene a fronthoz ez. És akkor meg is vagyunk, ugye? Megvan minden. Jó. Ha egy össze kéne raknom azt, akkor nem kéne külön hordanom, mert ezeket el szerintem ezeket össze tudod így rakni. Nem kell egy a helyén összedobnod, tudod. Ezt fogod így beszórod. Meg lehet, hogy a féksövet is rá tudod pattintani, arra gondoltam. Azt már nem akarja, jó, nincsen semmi gond vele. Annyi baj legyen, már ez is egy nagy haladás. Mit csináltál? Szóval mondta, hogy nem jól vettem. Ja, front, bal. Elnézést, külön van a jobb meg a bal, ne viccelj! Pont jobb. Remélem jól vettem el. Bazen front leftesed vett a hülye gyerek, mi? És ezt meg ki se tudod szedni belőle bazza a izéket. Ott rohadt bár. Áááá! Balosad vettél hülye. Front left, front right. És akkor most vehetek még egy adag izét, mert... 18 ezer van. Egyébként nem lesz szám olyan nagy, hatalmasan nagy költség ez az egész. Meg elég jó, könnyen lehet pénzt csinálni ebbe a játékba. Jó, hát egy fölöslegesre elköltünk egy 5000-et biztos, mert... És mi az anyámat csináltam? Ja. Be kéne azt csavarni. Ja, egy csó, elköltünk egy fölöslegesen egy 5000-et, de egyébként ugye ezeket eladom, ezeket a kacatokat. Akkor az... Nekem visszahozza az árát elég jól. Szóval mindjárt, ezt eladok itt mindent, ezt a sok szemetet lehet, hogy... Sőt, biztos gameplayen kívül ne azt lássátok, hogy itten szenvedünk ezzel. Akkor... Csak sok pénz visszajön. Ez az. Nem rakom a szekrényre, mert elvesztem. Oké, kéne a két fékcső. Azokat lehúzzuk, azt elvileg az első futóművünk kéz van, gyerekek, ennyi volt. A kormány összekötő meg ilyenek hiányoznének, szerintem. Úgy. Figyeljetek, mindjárt izé lesz, mindjárt üzemképes lesz a Verda. Megyünk vele egy kört, megnézzük, hogy minden jó a futómű, akkor még most derüljön ki, hogyha kiszakad. Fékek fognak-e ilyesmi, ezt utána meg fölkasztízzuk az egészet. Komolyan mondom, hogy beindultunk, oké. Okay.
Az eleje nem tetszik a front, az valószínű cserés lesz, csak ugye valahol van a hűtő, azt le kell szednem. A 1002-es front legyen, nekem nem tetszik ez az 1005-ös front. Jó, nem annyira rossz, de oké, kellenének nekem izék. Kellenének nekem kerekecske és gombocska, nem tudom, milyenkor nyitva van a bót. Hanem akkor belepörgetünk majd az időbe. Kéne kettő kerék, meg kettő gumibumi. Nyitva van ilyenkor is a bolt, az ilyen non-stop, vagy micsoda? Lehet, hogy nincs nyitva tartás a boltok, mi? Azért annyira nem kiformultak voltak. Nem a francot, nem, az nincs nyitva. Há, bazza, beszarok! Komolyan mondom, azt hittem, hogy ezek ilyen non-stop mennek. Oké, semmi problém. De első kocsink az lassan kész lesz, hát nem egyszerű gyerekek, nem egyszerű. Meg akkor a motort is el tudom adni, mert akkor azzal fogok furikázni. Aludni kéne. 9 óra 35. 13 óra, akkor biztos nyitva lesz ma. Super, super. Egyébként meg tudnánk csinálni kabrióra is, bár aztán ez nem gyárilag kabrió. Lehet, hogy elég hülyén néz neki. Nem, ez a rocsagép lesz, srácok. Ez rocsagép lesz. A roll cage-re még mindig nem jöttem rá, hogy ezt hogy lehet beszerelni rendesen, de lehet, hogy valami koszni elemhez csatlakozik. Szevasz testvérem, figyelj, ilyen 14-est adjál még kettőt. De vagy azon gondolkoztam, hogy 15-ös hátra előre 14, az azért oda verne, nem? Mert van 15-ösünk, és akkor annyit kéne csak, hogy az első, berakom el, de ez meg az a baj, nem olyan peremes. Hú, itt a peremese, ezt kéne hátra. Figyeld, ezt kéne hátra, R15-2. 4-es izé, 4-es osztó, most aztán már azt tudom, merre van előre. Fufú, gyerekek. Melyik volt az? Ez nem az. Ez az. Erre kéne 15-ös gubik. Ezt beraknám átra, előre meg berakom a 14-eket. Azt akkor egy kicsit dől előre, izé. Ez mi? Ez egy 16. Megvettem az egész kínálatot, gyerekek. Na várja, R15, itt van a széles, pont. Pörös gumi, ebből kéne kettő. Ezt úgy kéne akkor, hogy ide pakolok. Ja, hát egy kicsit káosz van, tudom, gyerekek, bocsánat. Így. Nem fog meg. A baj, ezt ilyenkor ugye a felét kéne megfogni, de nem akarja nagyon. Na tudod, nem írja ki, hogy a felét megfoghatom, úgyhogy itt küzdeli kell vele, mint disznó a jégen, hogy úgy rakd rá, hogy utána meg tud fogni a felét. Jaj, ne, én hülye. Na figyelj, na mit akartam mondani? Hogy azt fogjuk csinálni, így jó. Nem szabad elengedni. Azt fogjuk csinálni, hogy ezt berakjuk hátra, és előre meg a 14-et. És akkor ez egy kicsit szerintem szélesebb is. Jó, már megyek. Meg nagyobb, és akkor dőlni fog előre alada, az meg ilyen tök mencsi lesz. Meg úgyis hátsó kerekes, aztán akkor egy... Jaj, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz ezzel. Izémem volt a... Még a terepszínű Ventomon volt. Ugye kerék, hogy hátul nagyobb kerék volt. Mind a kettő R15-ös széles lemez volt egyébként, széles lemezek voltak rajta. Csak annyit csináltam vele, hogy hátul ugye per 55-ös, vagy per 50-es gumi volt elő, meg per 40-es, aztán egy dőlt előre tőle az autó, azt marha jól nézett ki. Bírta. Ja, akkor itt cserélünk egyet. Ez megy előre. Ez meg megy hátra. Hát az nagyon menő lesz szám egyébként. Ez dögösen néz ki, amikor nagyobb a hátsó. Egyébként az R15 épp elfér volna. Elő is. De hát most már nem variálunk ezen. Ez így nekem, ez így jó lesz. Ez már érzem, hogy ezt tetszeni fog. Figyelj, mindjárt megyünk ám. Ja, a kormány összekötőt meg ilyeneket nem ártana beszórni majd. Elő 14, hátul 15. Jó, de jól néz ki. Jól fog ez kinézni, gyerekek? Meg a szerintem lehet, hogy egy szélesebb is a hátsó. Szerintem jó, ja, az mint hogyha peremesebb lenne. De majd mindjárt kiderül. Még kell hozni egy 15-öst, várja? Ezt ma akkor
Ledurrantam, meg felrakom előre. Valahogy így átlósan kéne, ide 16-os, ide 15-os, minden helyre másik kerék, mi? Ez úgy vicces lenne. Jövünk a 16-os, 15-össel. Jó, aztán mindjárt visszük ki a Verdát. A diffikkel nem vagyok tisztában ugye, hogy milyen diffit vettünk, ugye meg van határozva, hogy áttételezés szempontjából, hogy valamelyiknek ugye a végsebessége nagyobb bizonyos áttételnél, valamikor ugye a gyorsulása, például ugye driftre lehet, hogy jobb lenne egy meg gyorsulási versenyre egy rövid áttétel, de azokon nem vagyok tisztában, hogy pontosan hogy vannak, úgyhogy ez szívás van. Ja, hát itt bocs, hogy itt kézbe hordom a cuculi-muculit, de már többet nem kell fordulni. Gameplay-en kívül majd én itt kiszórok mindent, eladok mindent, a kukába szórod, akkor ugye jó lesz. Egyébként nem volt hülyeség meg gépet fejleszteni, elmondom nektek srácok, hogy ez a játék, ez a game, ez fosul futott. Na most mi van ma? Jaj, ne. Ez fosul futott, és azóta ilyen fix 60 FPS-t produkál, még úgy is, hogy szanaszéd van minden. Na, megy hátra. Aztán gyors a kerek, a kormányt meg kéne oldani. Azt akkor jöhetne. A kormány megoldása, megmondom őszintén, bajba vagyok. Mert a rossz se tudja, hogy ez pontosan hogy van. Valahogy oda kellene becsatlakoztatnunk valamit. Na nézzük, hogy van ez a kor. Ja, meg van egy sportkorbágyunk a tatyiba. Ezt... Hát, jó. Enélkül azért kaki lett volna ezzel a standard kormánnyal. Sőt, egy izé kormányról is jó lett volna. Viszont a front az lehet, hogy cserés lesz. Sőt, nem adja ez az ezer kecsi dolog. Na, ott most már legalább van egy barom nagy anya. Úgyhogy nem kell itt aggódni, hogy húzzuk le. Ez az. Nagyon jó. Hadd üljek egyet be. Hadd élvezkedjen a keeper. Ja, meg kipufogó baza, az sincs. Jó, lehet, hogy ja, nem, üresbe voltunk. Mondom, hogy mi a fasz? Most azt hittem, hogy lerepökedtek a izék már. Azért az a széles gumi gyerekek, nem? Az 1002-esre egy kicsit erős. Elől meg a pici kerék, figyeld! Jaj, nagyon aranyos! Nagyon aranyos! Jó, kormány cuccli kell, mert addig van megcsinálva a kormányművünk, az meg elég gyengús. Nézzük az, hogy van. Interior. Suspension, hol van? Hova rakja szerintetek? Ide. Control arm. Az nem az. Nem tudom, hova rakja. Mert itt van, látod a... Ez például. Itt van. Oké, az biztos, hogy kell. Meg ebből kellene egy fog kettő. Szerintem meg is vagyunk, srácok. Egyébként az a durva, hogy emelni is tudod a izét, az autót. A Baha Verdánkhoz, V8-es Bahához majd nagyon jó fog lenni. Aha, ez jó, jó, kitaláltuk. Meg kettő izé kell. Az a néha hülyeségeket csinál. És tudjátok, az a baj, hogy rohadtul félek tőle, hogy eldeformálja ilyenkor a kasznémat. Nehogy kinyírja nekem a kasznémat. Láttad, mit csinált? És ez egy baromi jó, nem? Mindig a bugokkal van probléma egy játékban. Ez frankó volt. Most bazán, hogyha ezt elgörbítettod valamit, akkor öngyilkos leszek. Na hát ez meg jó magasra fővertem. Úgy srácok, hol az anyám balagában van a izéje? Hát mondjuk ez le... ott lesz, biztos. Fölül. Ja, ez érdekes, mert így a... Szétcseszi a zsírúj kasznédat, akkor cseszheted. Az úgy cuki lenne, nem? Srácok.
Ja, ott van a... Látod? Meg kell lenni a másik oldalt is egynek. Meg is vagyunk? Szerintem az a kettő volt. Oké. Okay. Nagyon bánom ezt. Gyorsan le kell innen operálnom erről nem előről, nehogy az legyen, hogy én itt beszívok vele. Elvileg a kormány művem kész lesz, akkor innentől már nagyon nem kell nekem fönt lenni. Le tudom menni. Meg, hát ja, karosszériázás az jó lenne. Az a gond, bazze, hogy szét tudja deformálni szerintem. Ennek nem örülünk. És érted, itt valamit elgyűr, aztán bonthatok le mindent, megőrülök. Ah, nem vagyok boldog. Láttátok, hogy mi történt. Belebugolt. És ott van egy illás, és az idegesít. Nehogy az legyen, hogy azt szétnyitlott. De ez tuti bazza, nézd meg innen, meg nincs nyillás. Hogy van? Hát, hogy van. Van, akkor megnyugodtabb. Nehogy meggörbítette a kasztélyban. Nézd meg, mi van ott. Akkor... Bele sem merek gondolni. És megint vághatom szét a kasztit, megőrülök. Na. Oké. Okay. Berakom a másikat és azt átnézzük, hogy milyen csavar van. Ja, hát ez nem vidám dolog. Szerintem ott mindenképp van egy böszmenet csavar. Itt. Aha. Meg annak a tetejére. Úgy. Ugyanúgy bösz van egy csavar, meg a tetején. És szerintem gyerekek lejöhet egyet. Ezt mehet egy kört a verdele. Ne kéne pakolnom. Hát egy kipufogó vagyok, nem ártana. Most azon agyalok, hogy egy kipufogó nem ártana. Már csak azért, mert nem tudom, hogy milyen káros hatása van a motorra nézve, hogyha egy kipufogó nélkül küzdök itt. Odébb pakolok. Egy nagyon kicsi próbakör lesz, csak tényleg az, hogy teszteljem, hogy mégis mi a stájsz. Az visszahozom, ezt föl fogjuk kasztizni gyorsan, kiegesztjük, mert nem akarok vele, én nem akarok ilyen izé csinálni ilyen szöcske jellegű autót itt ebből. Kicsit epakolok. Jó epakoltam mi, kiszórtam mindent ide az útból. Az a begyém, itt is minden. Mondjuk kilátunk a Verdából, mert ez biztos. Nem nagyon fogja semmi a holteret okozni. Ez mi? Itt van valami kutyaszar. Ja, ez egy tanksapka. Ezeket lehet úgy kéne csinálni, hogy így lefestegetem egyesével. Milyen jó lenne elevenként. Ilyen harlekint csinálunk. Na, oké, engedjük le. Megvan minden, ugye? Kipufogó! Miért nem szóltok? Valami tuning kipu is van? Na, ha valami tuning kipu van, akkor az nincsen bajom. Az szerintem engine. Nagy szar, nem engine, de itt van. Sedan. Rá kéne keresni. Hát csak ez az egy van. Nem lesz nagy hangja. Ubba, az három dob, de nem vagyok boldog ettől. Jó, legyen gyerekek, legyen kipuk. Legyen. Az a gyerekek megjelentek a váltón a csavarok, láttad? Ezek nem voltak eddig meg. Akkor az valami bug volt, gyerekek, láttad? Nem volt a váltón eddig csavar, és most meg lett. Az nagyon durva, de tényleg nem volt. Ugye gyerekek, ugye? Ezelőtti részekbe? Vagy valami... Nem tudom mi okozta, de eddig nem volt. Sőt, ott is. Váltó rögzítő csavarok. Megjelent egy csomó... Bazze mennyi csavar megjelent. Ott is egy. Hű, bazze egy csavar. Ott nem volt meghúzva egy csavar. Meg durva.
Eddig nem voltak, hú de jó, hogy megláttam. Most leengedtem volna anélkül. Úgy szétszakad volna ez a kép, mint az... Mind annak rendje és módja szerint. Ott is vannak csavar, ott sincs meghúzva, itt sincs meghúzva. Bazza, ez miért nem, miért így menet közben jelent meg? Eddig egy csomót forgattam az előtti részbe, vagy nem, még talán az előttibe, és nem volt. Nem tudom elképzelni, hogy miért. De jó, hogy megláttuk, és jó is, hogy átnézzük most így. Csavar-csavar meghúzva. Csavar lifibe meghúzva. Kardán meghúzva. Az egy csavart ugye, vagy lehet, hogy itt szétugrik minden. Na, mindegy. Bízunk a legjobbakba. A gyerekek, ilyen versenyautó feelingje van ennek most. Mármint ilyen Forma 1-je. Jó. Na gyerekek, halljátok, ez olyan alacsony lett ez a ver. Azt a betyár, milyen alacsony ez? De tényleg úgy le kell ülni a földre kb. Na. Ez nem indul nagyon. De milyen turbó hangja van, mi az anya úristene? De ez... Várja, kézifék. Nem volt behúzva. Gyújújújú, ilyen hangja van. Gyújújújú, de olyan nem megy. Basz, ez menne. Gyerekek, ez nem tud le... Azt a becs... Ez olyan alacsony, hogy nem tud levenni a izéről. Nem tud levenni erről a szarról, hallod? Azt nem mondjátok, hogy az lesz ebből. Hogy nem tudok vele közlekedni. Ez egy kicsit meg lett ültetve, gyerekek, szerintem. Bazza, mi a cököm? Ja, bazza, nincs fölpumpálva a kerekek. Ájaj, hát egy kereket se pumpáltam föl. Mondom, mi a frasz? Hallod, forog! De el se hiszitek, olyan turbó hangja lett. Ez a kipufogó jót tett neki. Kell a kipufogó, mert különben ilyen ordinári repetfazék hangja van. Hülye gyerek lapos gubikkal akart kivenni? De én azt tud valamit, nem? Nem idióta. Várj, az egyiket fölpumpáltam. Ezt talán. Sőt, ezt is felpumpáltam kettőt is. Na, nem is emlékszem rá. Na valahogy ki kell ezt innen tuknálni. Hú, gyerekek. Hát ez kevés. Így végignéztem ezt a szkotlán gyerekek, és így rájöttem, hogy hülye vagyok. Azért viszi az alapjárat, halljátok? Csak nehogy összetörjem. Jó. Azt a betyám, mi történik? Várjatok, nincs fékünk! Állj! Nincs fékünk! Nem raktam bele fék folyadékot, most jut eszembe, abszolút nincs fék! Málunk ide a kutra, azt megtöltjük. Azt a rohadt élet be, hát ez majdnem, majdnem... Halljátok, ha most itt kihúzatom, akkor mentünk volna az óceánba! Jézus Isten! Halljátok ti ennek a hangját, hogy mit csinál? Gyújújújújújú! Ilyen! Gyújújújújújú! Hát ezt nem hiszem el. Nincs fékünk. Azt a rohadt életbe. Ez nem jó. Bazze. Ez nem jó. Ezzel valamit kell kezdeni, mert majdnem most is mentünk. Halljátok, olyan hangja van. Gyújújújújújú! Hát ez nagyon jó. Izénk van, ugye? Fék folyadék az... Vagy izé... Az van, jó? Vagy nem fék folyadék, hanem fűtő folyadék. A fék folyadékunk nincs egy deka se, bazze. De hülye vagyok. Nem kell légteleníteni. Ezt majd, de figyeljetek, rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogyha beleér a kaszniba, szerintem az nem zavarja, úgyhogy lehetett volna rá akár mekkora kerék. Gyújújújújújú! Hát ez nagyon jó. Olyan hangja van, nem tudom, ezt felhangosítom majd meghallgatjátok. Baró. Gyújújújújú! Mi ez? Water. Az nekem nem kell water. Hagyjál már, nem iszunk. Hol van itt a fék folyadék? Arról beszélj.
Te azt mondjad, hogy nem lesz meg, megőrülök. Hol van, mik vannak itt? Aksi. Ota. Elég neki egy? Főleg, ha mellé öntözöm, nem gyerekek? Ismertek. Hó, várja. A fékfolyadék kupakja? Jó, van. Úristen, már azt hittem, hogy elvesztettem. Várja. Próbáljuk meg belecélozni. Na, ez jó van. Már megint... Hát nem lett egy erős. Szerintem hordhatok egy párat még ide. Hülye gyerek. Istenem, hogy ez a folyadékozás egyébként ebben a játékban, ez az édesanyja valaga annak, aki kitalálta. Ezt komolyan mondom. De ez nagyon versenyverdő lett. Én ezt sem tudom képzelni, mi lenne egy sor, mit tudom, egy 3-5-ös sorhattal egy autóval. Mi van ez? Ja, meg kell fogni mindenképp jobb gomba? Jó, én hiszek neked. Megint burogatom mindenhol majd. Az egyszerűen... Na sok lesz, jó. Nem lett sok szerintem. Nézzük meg, hogy van-e fékünk. Jó az a sportkormány. Okosba. Szerintem megakadtunk, gyerekek. Hú, az a ruga kerék, mint a disznó, hallod? Szerintem megakadtunk ebbe a... potkába. Elmondom nektek, hogy alapjáraton viszi a Verda a gépet, vagy a izét, a kasznét. Csak az a gond, hogy megakadtunk, úgyhogy ezt ki kéne löknem innen. Hát, ez annyira le van ültedve, meg főleg előtt a 14-es, peres gumival, hogy így... Azt begyár! Szerintem ez leér. Ez komolyan, ez simán leér, bazd meg. Hallod, leér, hallod, úgy le van ültedve, hogy ez az alsó, oda né, ne. Ez miért ennyire van? Miért ül ez ennyire? Ennyire ül. De Isten, hát a lengő karalja meg a izé leér. Ez nem is kell itt, föl se tudom tolni. Előre elindulok, megpróbálunk valahol felmenni. De az a baj, szét fogja verni az alját, nem? Na, majd mindjárt. Szemetelés az megy ezerrel, látom. Jó, pöcs röpp egyébként. Hát ez nem lehet tolmány se elindulni, gyerekek, mondom nektek. Ezzel nem lehet közlekedni. Te szerintem úgy rúgod, mint a disztó. Külső nézet nincs egyébként ebben a játékban. De viszont van fékünk már. Meghúzhatom egy kicsit, de olyan... lenülök a földön, konkrétan szerintem. Meghúzhatjuk. Figyeljetek! Álljál meg! Kéne menteni egyet, mert ez nagyon fontos. Álljál meg! Álljunk meg. Kézifék. Figyelj, én mentek egyet, vagy nem tudom, hogy kell menteni, mert... Quick save. Yes. Hallod, ezt összetöröm, akkor... Ezt összetöröm, ereje maga. De egyébként nagyon racsaj a gép, de ez olyan alacsonyan van, hogy azt nem tudod el... Nézd oda! Baza, ez úgy meg van ültedve. Ugye a hátulja még annyira nem volt 15-ös a felli, de elő a 14-essel, peres gumival, ültetéssel. Hát rendesen nézd meg a ladát, figyelj, itt van led, akkor most... Ez nagyon beteg jó lett. Tehát el sem tudom képzelni, hogy... Elnézést. Mi a tököm történne? Egy V8-a, vagy egy, tényleg egy sorhatta, na. Nézzük, mit tud. Egyenesbe. Rúg mind a disztó, gyerekek, komolyan! Jaj, kitettem üresbe. Hű!
Fügyül a turbó, én az állat! Végig 6000-es fordulat! Ja, már 5-ben vagyunk, nincs több sebesség. 180. Gyerekek, 180, de azt úgy eléri, hogyha nem cseszem el a váltásokat. Viszont a víz az jó, jó fönn. Ó, oh, nincs fék. Gyerekek! Nincs fék! Nincs fék! Mi történt a fékkel? Nincs fékük! Tegyek neki egy rükit! Tettem neki egy rükit. Hát nem volt jó, nincs fék, abszolút. Nem megyünk Kenyáig. Mi a szarért nincs fék, he? Gyerekek, abszolút nincs fék. Hát ez meg... Jaj! Azért... Van fék erő azért a chargeren. Gyerekek, nincs fékünk. Tényleg, abszolút nincs. Hova tűnt a izé? Elment az összes fék folyadék, hallod? Itt van valami problém. Valamit nem kötöttem be. A vízünk az van. A víz az oké. Okay. Olaj. Olaj, az tökéletes. Bazza, mi fék folyadék, az elment, elment. Az sanyi. Várj, hadd üljek be, vagy valami legyen már vele. Úristen, hol vagyok? Basszus, ez valami nincs bekötve normálisan. Egy darabig volt fékünk, azt utána kezdett elszállni. El is ment. Bazza, ezt viszont meg kell Hűha. Meg kell hallgatnatok, esküszöm. Fölhangosítom, jó? Felrakom a hangerőt, csak nem lehet akkor, amikor veletsz. Hát de jó. Akkor nem lehet menüt kapcsolni. Hogy miért? Ne kérdezzétek. A hangot akarom megmutatni egy pillanat, jó? Tényleg nem tart sem eddig. Hol van a izé? Option. Testvéreim az úrba, hol van itt a izé hang? Szerintem nincsen, nem tudsz. Jobb az ebben a játékban lehet, hogy nincs hang, nem, nincs hangállítás, vagy valami csoda, vagy csak menübe. Na mindegy, talán valamennyit hallani belőle, csak nem jó helyre ültem. Na így. Jó, kiulatjuk, úgyis visszatöltöm. Megnézzük, mi történik egy crashnél. Jó, ennyi a vége egyébként. Lehet, hogy egy másik diffivel jobb lenne. Mert szerintem ez menne még följebb is. Csak az a gond vele, hogy az a gond bele szerintem, srácok, hogy lehet, hogy egy alacsony diffit raktam bele, vagy mármint egy... Oh yeah! Hú! Abyssbe kerültem. Na, most ilyenkor mi van? Nem tudok... Jaj, a taxi. A taxi a garázshoz, megmondottam. Jess, hova repült el? Ez elment valamerre nagyon. Honnan jöttem? Várjál. Valahol ide vágódott be. Jó, hát ez vissza fogom tölteni mindenképpen. Ez nem tudom, hol föccsentem el vele. Hát honnan jöttem? Bolt megé? A Bolt megé vágódtunk be? Gyerekek, hát mi történt? Valahol ide csapódtam be. Ja, jó lesz ez. Jó lesz ez. Megcsináljuk szépen a kasznit, meg minden következő egy extrém durva, ott van a... egy extrém durva lesz. Jó, hát legalább meg tudom nézni az alját. Ja, vigyázni fogunk rá. Nagyon meg van ültedve. Ez egy kicsit durva, hogy nagyon meg van ültedve. Meg egy kicsit problémás az, hogy hol ment el a izé. A francba ment el a fék folyadék, gyerekek. De most komolyan, hát azt szerintem... Mindent lerögzítettem. Lehet, hogy ilyen helyeken még...
Nem kellett volna húzni rajt? Bazzá. Ez jó, most így meg lehet nézni. Nem az, jó lesz a srácok, csak hát az a fék az elég kellemetlen, hogy így elpárolog. Szerintem tudom, hova nem húzta fel. A fék munkaheggerre nem lett felhúzva. Tuti gyerekek, mindjárt csinálunk egy olyat, hogy... Várjál, mi van ezzel? Overall condition, ez nem a legjobb. Nehogy véletlen adja. A garázsba beteleportálom, azt megnézem. Szerintem azt nem, a főfék munkahengerre nem lett fölhúzva. De most bazzel, tényleg fejtető van még mindig. Hát a francia sem bele ebbe a játékba. Az igen, ide rakta fejtető nekem a Verdát. Tudja, hogy azt cseszte be. Mert azt el is felejtettem. Hogy ott is csatlakoztatni, és biztos vagyok benne, hogy az volt. Itt felejtette be. Én szerintem itt nincsen lehúzva. Tudti, hogy valahol itt ez. Főfék munkaheggerre. Azt e folyta, izé. A folyadék. Na máshol meg megcsináltam. Jó gyerekek, szerintem jó lesz az a zsiga. A következő autó az még brutálisabb lesz, de ezt mindenképpen be akarom fejezni. Meg lehet, hogy 1200... Ja, hogyha majd lesz Castilla, azért jobban fog kirézni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Várlak benneteket a következő részbe, aztán... A következő kocsi egy, valószínűleg egy V8-es boha lesz. Az egy ilyen nagyon epik, hát ez nagyon brutális lesz szerintem teljesítménybe. De egyébként ezt sem tudom képzelni, hogyha egy ilyenbe beleraknék egy V8-et, akkor mi a szar történne. Várja, most valami eszembe jutott. Ja. Hát igen. Ja, egy olyan bahát összerakunk. Ugye onnan mindenképp izét fogunk rakni, azt a heavy duty kerekeket, jó, megemeljük, rohadt nagy teljesítmény. Jó, viszont nem olyan rossz lesz az a kocsi, és egy kicsit túl van ültetve, bár olyan nem létezik gyerekek, hogy valami legyen teljesen, hogy nagyon le legyen ültetve. Szuper. Oda nézzetek, szoktak így rajolni, hogy csak mit tudom, hogy 100 lóerős az autó, tudod, azt egy meglökik, aztán egy gurul egy csó ideig. Mert ugye súly is számít. Jó gurul, tök jó. Jó lesz az gyerekek. Kaszni nélkül a Verda. De nem úgy lesz, rakunk rá kaszni, kicsinosítjuk meg, mindent megcsinálunk vele. Csodálatosan nézzen ki. Na, köszi a figyelmet. Következő részben földobjuk a kasznit, aztán megcsináljuk szép kis versenyautó stílusra akkor már. És arra akkor rájöttünk legalább, hogy várjátok, egy hátsó ízét kasznit hadd hozzak, hogy mennyire lóg ki az a kerék. Mert akkor mindenképp kell ív. Itt van, ez rajt is az ív, hallod? Azért ez egy kicsit erős. Ja, meg nagyon nincs kén. Nekem ez nem bejövős, hogy nincs kén teljesen. Akkor már hülyén néz ki, tudod, hogyha sokkal beljebb van. Nézzük egy első sárvérőt, csak az, hogy felpróbálni rá, hogy mégis mennyire van kéne kerék. Nagyja ott? Jüha. Mennyire nem akarod a jót? Nem akarja jó gyerekek. Érdekes. Lehet, hogy a kerék beleér? Ugye nézzük egy másik alkatrész. Hol volt nekem ám itt még? Rendet fogok rakni, ígérem. Hol a tökönben van még egy izé? Hol vannak a... Itt van egy hátsó. Ja, kidobtam az ablakon, lol. Hát igen, viszont így meg beleér a... Beleér a gumi. És így hülyén néz ki. Úgyhogy lehet, hogy állíthatót alá fogom csapni. Ugye akkor azért lássuk, hogy ez sem megy föl ide. De, viszont elől az jó. Sőt, még majdnem kicsi is ez a kerék elől. Kitekerem a kormányt, visszamegy? Úgyhogy hogy van így ebben a játékban? Ah, nem, jó. Oké, na erre voltam kíváncsi. Jó lesz ez, srácok, viszont szerintem a izékére rá az 1200-es front. Meg hátul egy kicsit meg kéne emelni. Hátulra lehet, hogy rakunk ezért állítható rugókat, aztán beállítjuk szépen a izéhez ide.
Ne lejje meg, jól nem van. Vagy pedig az elejére is rakjuk 15-ös felléket? Mert az meg olyan kicsinek tűnik, látod? Érted, hogy mondom. Nem, és miért nem? Valamikor nem szeretné, hogy... Ja, jó, rossz oldalon vagyunk. Ezt nem rakta fel, bocsi, ezt rakja fel. Mindjárt belepörgetek az időbe, mert idegesít, hogy... Ó, ja, a feldék is le lesznek fel, meg minden. Ezt, nekem, én hagynám ezt a feldét, csak annyit csinálunk, hogy szépen beállítjuk hozzá. Állítható futóművet rakunk, rugókat, aztán felemeljük annyira, hogy jó legyen. Itt viszont nekem olyan kicsinek tűnik ez a kerék. Itt meg lehet, hogy azt megtenném, hogy... Visszatekerem a kormányt, oké. Okay. Azt megtenném, hogy ide egy 15-öseket felrakjuk. Ez a 14-es olyan picinek tűnik. Olyan kicsi, meg akkor jobban ki is jönne azokkal. Nem? Figyelj, mindjárt kipróbálom. Nem, nem bírok leállni. Annyira rá tudok függni egy ilyen játékra, hogy az ember nem bír leállni. Mindjárt kipróbálja az ember, figyeld. Ide felszórjuk a 14-est, oda meg a... Úgy. Ide felrakom a 14-es, megnézem azt, hogy néz ki. Jó, ezt így nem akarja? Pazajat, azt nem mondjátok, a benzintankom tönkre megy annyit. Figyeld, oda nézzé. Hát ezt szólta magát a benzintankom. Hát hogy lehet ez? Ez majd nem fogja felrakni be azon, mert itt megbalondult. És a 15-ös se engedi most már. Ja, fel kell volna emelni. Na mindegy. De te, a benzintankom tönkre ment, hallod? Mitől? Öcsém, mentem egy kört. Mentem egy kört, ott benzintank kefosta magát. Hát az szeme álljon meg ennek az autónak. Hát nézd meg! Meg van rozsdásodva. Na jó van, mindegy. Visszatöltöm mindenképp az állást, ugye nem törjük össze. Lehet, hogy az se tett jót neki, hogy itt a pofára ejtettük. Meg lehet, hogy itt görbültek a dolgok. Sőt, szerintem igen. Visszaállunk, aztán megcsináljuk a kasznit, meg én felraknám a 15-ös felnéket előre is. Nagyon kicsi ez a 14-es, nagyon csúfos. Ez csúfosan kicsi. Ide azért a 15-ös peres kell. Na, köszi szépen, srácok, bocs, hogy ilyen rohadt hosszú volt a videó. Jók legyetek. Ez mekkora egyébként, mekkora felni? Az Isten tudja mi. Ezt meg akartam nézni, hogy ez mekkora. Mekkora gyárja? 14. R14, aha. R14, nem peres, sima. Ez ilyennel is jó lenne egyébként, egy ilyen klasszik lada, de nekem ilyen racsa lada kell. Ha már egyszer benn van a turbó. Ja, átnézzük majd. Várjál ma? Nem bírja abba hagyni. Itt akartam megnézni, hogy mit nem húztam le, bazze. Ez volt, bazze. Itt folyt el. Jó, legalább ezt is tudjuk. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek!